A mai videóban ismét Székelyföldre látogatunk, és ha már itt vagyunk, sejtetitek, hogy kivel fogok találkozni. El fog tölteni ismét egy kis időt Alex barátommal. Lesz a mai videóban minden, egy rövidke vásárlás, tűzrakások, grillezések, illetve még sok-sok ökörség. Kezdjük is el a mai videót. Stitzla, reziduál? Többet olvasunk. Plastik. De mit jelent? Nem tudom, Hartie. Az Hürtie. Hürtie. Sziasztok srácok, itt vagyok Alexnál Erdélyben. A mai nap folyamán nem tudom, mit fogunk csinálni. Paraszt módjára kimegyünk a semmi kellős közepére, és sütni fogunk egyet. Kajálni fogunk? Ha nem ízlik, hanem meg fogod enni. Hello, mister. Csövi. Can I put myself in your car? Yeah, 5 euros. Oh, here, payment. Oh, thank you. Fuck you. Szerintem vegyünk valami, miért sütögetünk valami húst. Székely húst fogunk venni. De az mi az, hogy székely? Én hoztam hagymát, hoztam disznóvágókést. Az itt nem disznó. Milyen fura formája van nálatok a hagymának? Olyan, mint egy fidget spinner. Keresünk valami helyi snacket. Kolbász, mi ezt kell megenni, nem snacket. Mondjuk én ilyet családtam még otthon. Nem áll. Hát ez nem itteni. Hasább burgonya chips. Jó. Ez helyi. Ez is székely kaja? Megkóstoljuk? Én megeszem a tés. De hogy eszem? Miért ennék macska kaját? Kolbász! Azt kell neked, vitaminba tele van. Na go! Kis város. Tegnap voltam futni, minden ötödik fára rá volt rakva egy vigyázat medveveszély tábla. De ha mi most elkezdünk sütögetni az erdő közepén, ott nem lesz izé brum-brum? Megvan az esély, de érett férfi vagy, és van két öklöd. Sokat érek egy medve ellen. Hát, ez milyen robban? Jutottunk? Nem tudom mi ez, roadblock? Én ott látok egy táblát. Én amit látok, az dagonya. Egy jó éget. Eljöttünk srácok egy olyan helyre, ahol van kijelölt tűzrakó hely, szóval nem fogunk csak így a... Micsoda? Ha egész nap esik az eső, otthonról kell száraz fát hozni. Ezt kell oda begyújtani. Turtizi. Jó. 10x8. Csiki szalma. Sűrt kumpli. Sima sűrt kumpli. 10x7. Az a helyzet, hogy itt leszed a hülye snackeket, de ezt kell megenni. Ez nem a snack. Csináljunk tüzet. Kolbász, karaj, nem? Aha. Erdélyi kenyér. És a legfontosabb, a hagyma. Hagyma hál. Mondd, hogy mit csinálja. Tehát ha képbe vagy, akkor erre fogjuk szúrni a húst, csak ez már valakit használta, ki kell majd szépen fennünk. És akkor erre szúrod a disznóhúst. Ja, most letörött az egész. Nem tudok leszokni arról, hogy ne nézzem így a szemem sarkába, hogy hol van medve. Ennyire? Nagyon beléd ütöttem a bogarat? Igen, mert így tök nyitott téren vagyunk, de jó, hogy itt a kocsi, mert oda lehet futni. Ezt innen el kéne távolítva, nem tudom miért. Te dolgozatod? Nem, oké. Na, akkor most mondhatja azt, hogy a barátja elégette a házit. Most már nem kifogás, most már igaz. Fosó. Hacsa! De most ketté törtek. De nem kell olyan hosszú, nem? Meleg a tűz. Ja. Jó. A vadaködöm! Na, egy ilyentől a medve úgy befosna. Jó, adok egy kis kraftot a tűzre. Az az te! Az kemény! Na jó, csináljuk meg a nyársakat. Van kenyerünk, van ugye a kolbász. Megeheted, de finomabb sűve. Nagyon fontos, mielőtt felszúrod a nyásra, kell belevágni így, hogy ne robbanjon fel ezt. Te tudtad? Egybe fúrod fel. A nyásat. Hogy nézesz ki? Jól néz ki. A protein! Protein! Csak protein! Romantikus, kolbász, hús. De nyaralni lehet itt, megy nyugi van.
Kolbász úgy néz ki kész, viszont a disznó nem, úgyhogy én ezt leveszem. Én. Kolbász ASMR, hallgassátok? Nem, mégse. Meg süt. Food, food. Lássuk, milyen a kolbász. Jó? Jó. Mm-hmm. Jó tudsz. Srácok, nagyon zsíros a hús. Disznó ASMR. De milyen jól néz ki? Ég a zsír! Ég a zsír! Automata pirítósütő! Automata! Ez kicsit odaéget, nem? Igen? Kész a disznaj! De kíváncsi vagyok, milyen. Hagymát. Hagymát? Egyes sütsz a vadonba, eszel a füst levegőn, ez szerintem lesz. De már kóstoljuk meg a disznajt. Mennyivel másabb íze van így a tűzön, mint cserpenyőben? Na srácok, végeztünk a grillezéssel. Én magyar tálat készítettem. Alex pedig egy székely tálat. Így van. Úgyhogy lássuk, mi van a magyar tálon. A magyar tál, jó, de vár a kolbász meget. Hát jó, kell egy kis ilyen nyers a gyomornak. Van disznó, hagyma, pont jól megpirítva, kenyér és egy kis kolbász maradék ott a deszkán. Alex ellentétben kicsit rendben az a banán. Ez a desszert. Kellő mennyiség zöldség, kis kenyér, kis vaj, disznó, szépen megbarbecuezva, kolbász normálisan megsütve. Mi kell még? Edzés előtt mi kell? Írjátok meg, hogy szerintetek melyik. Hát tiéd, ahogy jobban néz ki. Nézd a kamerát. Nézd rá, viszont elősnél. 10/8.9. Minden? Száraz a disznó? Egy nagyon picit, nagyon-nagyon kicsit. Akkor ez enyém jobb le. Az nem szárad te. Ez nem szárad ki, látod? Na srácok, összepakoltunk, minden szemetet összeszedtünk. Van ott hátul egy ilyen fág keresztbe a patakon. Alex azt mondta, hogy nem biztos, hogy én ott át tudok menni. Fogd meg a söröm. I am the Hungarian. Hungarian Survivor YouTuber. Hívtak a Survivor-be. Valószínűleg. Valószínűleg nem jutottam volna soká. Nyomod! Ja, nyomod! Ne szarozzál! Max leese, mi lesz? Mit bóckodsz? Várj, lövök egy gólt, jó? Alex, köszönöm szépen a mai grill partit. Nagyon szívesen, most fizess. Jó. Ez is meg. Kösz szépen! Köszi! Iratkozzatok! Velem az a lényeg! Semmi más! Most azonnal!